Én se értem, csak a mely kapcsoltad, amikor én bekapcsoltam. Veszed, hogy legyek. Igen, volt. Citromos sör. Várja. És becsúszik ez. Ő már. Kérdezem, merre tartunk, hogy hol? És jobbra, az lehet. Sej, azt mondja jobbra, megy arra. Ott láthatjuk a nagyon ritkaságnak számító vízi radiál. Ez egy nagyon félénk állat, nagyon ritkán lehet látni. Mikor figyelhető meg reggeli órákban? Főleg napsütéses időben jön elő, de szereti a vízparti helyeket. És nagyon ez a vízi radiál, ez ragadozó egyébként, vagy élősködő? Helyzetfüggő, mert szűk élelmezési környezetben akár kannibalizmusra is vetemedik. Meg amikor akkor ez egy szörnyű jószág. Az. Köszönöm. Nőstény ilyenkor 3-400 ikrát rak le. Igen. De miért télit vagy nyárit? Hát... Ezért mondtam. Négy éjszaki. Itt járunk a szolnoki elkerülő szakaszon. Hát... Gáton. Ez a gát, igen, és most megmutatom, hogy óvja védje a természet értékét. Ott van a tábla, nézzük tovább, azt mondja, hogy itt voltak olyan szakaszok, melyek igen vizesek voltak, itt látszik a kerékpárnak a kerekén, hogy sáros. Egy röpke pillantás a cigarettára. Na nézzek, csak 3 kilométer a 11-es szakaszon. Euróvelo. 11 kilométer a 3-as szakaszon? Na, hogy kell azt értelmezni? Úgy kell, ahogy szeretnéd. Úgy kell, az biztos, hogy nem szabad letépni a virágot, nem is letépni, már fölé sem szabad nyúlni. Igen. Nem szabad a kő fölé se nyúlni. És nem szabad ránézni a tűzre. Igen. Na nézzük, hogy... Aha, majdnem. És kibontotta. Ilyen az egész világ. Csodájára mögött. Így benne mindenki. Fejnehezen megállna az élet itt a... Egy széles sávban, nem itt a... Szeretném megmutatni a tájat. Jobbról, ja, és szeretném megmutatni balról. Balról. Odaig él a víz. Még most jön a csók, azt elfelejtetted. Még a csók most jön, azt elfelejtetted. Erre nem, leraktakod a szám. Jaj. Ez nem is meleg, ez forró. Csoda, hogy el nem olvad a gumi. Akkor a gumi is ki van? Te miért azt csinálsz? De tényleg. Azt. Biztos, hogy nagyon hideg. Biztos, hogy alá teszed a fejed? Hát csak vagy lemosdik. Szerintem tedd alá, de kurva hideg tényleg. Tényleg? Ahogy csapódik a lábamra. Hát fia, ahogy hidegnek érzed, bazdnek. Hát szellemültél? Te is? Én. Meg lesznek keresztelve. Jó lesz, korrá fogadom. Ez alá még egyszer alá. Na, jó van, akkor lehet, hogy még a fejfájással is elmond. Jó, ez jó lesz. Hát tudom, de pillanat alatt meg fogok száradni. Ugye én is. Még jobban fog a nap majd fogni. Nem fog. Nem? Nem. A nap már nincs ereje. Tedd alá fejed. Ez igazi keresztelő. Azért van 30 fok még mindig merít. Gondolom, hogy jó lehet. Várjatok, mert én jövök. Te is? Sajnos, simán. Ecsém. Én nem. Akkor átesek. Ezt letöltem, nem? De még nem esett rájuk.
elhúzzam? Az a baj, hogy leesik, aztán meg valakit elkap. Hogy? Hol van? Hát húzz fel. Ezzel be tudnak gyújtani, én csak azért húzom. Na tényleg, igazad van. Már nem begyújtani, mert nem melegedni kell, hanem tüzelni. Ez nem könnyű. Ezt most egyedül vállaltad, vigyázz. Vigyáztam. Teszem, hogy is tegyem, hogy itt... Hát így kell, úgy, hogy hosszában. Azok adunk itt nekik fát, és mit akarnak? Hát ez az. Gondoskodsz róluk. Szalonnál kaját ne hagyjuk ki. De... Gyerünk, nyomjátok! Ki lesz a befutó? Mint az edző. Gyerünk, gyerünk! 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 Hattal jöttök ti is? Hát nem tudom. Kajakos ember. Öttel? Mikor megy az ilyen kajakkenó, ezért teker mellettük az edző a part, ezt úgy kiabál ja. neki. Gyerünk. Gyorsabban mentek, mint én. Kitartás. Én úgy beálltam egy hartra, azt ugyan szépen lassan ment, jöttem föl. Jó, már csak attól hogy zélek, hogy... Micsoda? Az idő? Nem. Gyerünk, fussunk utána. Autó jön. Igen. Nagy ívbe veszi be. Hát, ez csak egy... Megy ez, hogyha beálltok ide, az a kilométer azért, már én is egyesbe megyek szinte. Itt. Várjatok egy picit, hogy jöjjön az ajtó. Várj! Ajajajaj! Bazdmeg! Ja! Várjál Tibó, várjál Lepke! Most próbáld meg, talán! Várj, hagyd menjen el! Mi jön? Ja, szemből? Én lefényképeztem. Piros kerékpár jelzésen haladhatunk éppen Somoskőre. Ez a kerékpáros jel azt jelenti, hogy kerékpározásra kijelölt út. Meg lehet nézni, hogy milyen állapotban van. Lepke, demonstráld, lépj oda bele! A sávba. Szandába, azt mondtad hozzá, hogy szandába. Ott van, nézzék meg, mit csinál ez a talaj. Ennyi. És a biciklivel is ezt csinálná. És itt már igen. Víz van, jelzem, hogy jön a víz felfel. Hát ezt nem lehet így, ezt nem lehet. Ez nem úgy megy, hogy kenyükbe sára, meg sár van. Ez be is kenyük sára. Ez lesz az, akkor itt vagyunk, Peti. Úgyhogy ide majd át lehet költözni, hozok majd egy lakást. Ez a miénk? Igen. Köszönjük szépen. Ablakot ki lehet ennyit? Ki lehet, de esni fog az eső, úgyhogy nem ajánlom. Hát, de pele nincs. Pele nincs. Fogalmam sincs, de lehet, hogy nincsen. A pele az egy olyan állat, ami beszokott menni a hasonló ház. Egy egészen rákcsáló. Fogalmam sincs, hogy van-e. Háztalálom, úgyhogy... Ott pont egy gólya. Na kettő az nem fog bejönni. Kettő is van. Sőt, meg kis gólyák is vannak. Nem most. Ja nem most. Ja, én most úgy mondom, annyira nem rossz a szemem, hogy egyet át. Oké, köszönjük. Ja, ott az. Csak te, áh, maradtunk. Lefele dobált. Azt hittem, hogy kimegy. Már úgy, hogy jobban.
Már úgy, hogy érted. Ilyen az, mikor apa meg anya testvére. Hát sok minden. Az meg itt csak én biciklivel lehet menni. Hajatlan egyenlőtt. De te nem jól iszol te. Mert fogod, ezt leküldöd a felét. Két pillanat alatt, utána meg a másikat szígyák, hogy ah, te jól lassan iszod. Nem lesz itt szídás. Ez videó. Esőben lehet szalonnát sütni? Lehet. Ez kurva alul csúszik. Hol kell fölni? Maradj egy pentagram. Pentagram. Hát nincsen csillag. Lépcső, úgyhogy itt. Ilyen sűrűsű. Én vagyok a helyre. Én lennék. Kis újszálláson a földreform az országosnál is radikálisabban ment végbe. És még így is voltak olyanok, akik föld nélkül maradtak. Például föld nélküli János, Ady Endre, a magyar messiások. Sósabbak itt a könnyek, a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások, a magyar messiások. Ezerszer is meghalnak, s üdve nincs a keresztnek, mert semmit se tehettek. Ó, semmit se tehettek. Bekölce. Mi van itt? Benne ne csúszhatok. Szépsége szavakkal elmondhatatlan. Beszéljenek hát a képek. Tavasszal. Hopp-hopp, kint a gomba. Kint a gomba. Oly vidám. Ajkáról ki se fogy az ének. Kérem szépen, itt vagyunk a Szobi Malomvölgyi tábornak a rejtett hátsó udvarán. Fedezzük fel, hogy mi van itt. Kerti csap! Kérem szépen, itt látható kerti csap, meg van nyitva és mégse folyik. Akkor zárd, de hátra folyik. Ez valahol el van zárva. Igen. Hopp-hopp, ciszterna. Cisztercica. Ez a megnyitott víz csak nem folyik, ezt elárulhatjuk, hogy központilag van elzárva. Központilag van elzárva. Ó, rejtett feljegyző is van. Most mit szólna a nagy gyéróza? Szerintem szét... Kapna Zsömi most egy négyest. Rejtett feljegyző. Ó, Istenem, milyen vadak jönnek előre. Földközeli vadak, na, mi volt merre, ez, madár? Merre fedezzük fel a környéket? Arra? Vagy arra? Inkább felfele. Ja, igen, igen. Na, szóval... Oda, a Dobroje útra. Ribjáta. Kérem szépen, bemutatom az úgynevezett gombát. Fehér gombát. A fehér gomba le lett fotózva, és meg is lett örökítve mozgóképen is. Milyen számod iktatva? Négyes. Gondolod, valaki hallja, hogy ezek mit a körködnek itt. Innen lehet lopva fát szerezni. Ez egy faomlás. De itt van egy lépcső. Szokott lenni kőomlás is. Ez a fa, és itt van egy lépcső is fölfelé. Most mutatom, melyikről van szó. Igen. Erről. Arról? Erről. Arról. Ez a C szintű menekülési útvonalat jelöli. Igen. De mivel a faomlás pont itt van, ezért most nem ajánlom megközelítését. Igen. Fáradjunk tovább, nézzük meg, mi van erre. Na, oké, okay. Hogy? Jelent olyan hangos, hogy... Szüntelen!
De ne csak mutasd! Hát itt vannak a szomszédban, nem gondolok. Hát ez kőépület, hát mikor hangzik el? A hang átmegy kövön, átmegy falon, a hang átmegy mindenen. Szerintem Lepkény is az egész heti fáradtság jött ki, nem a mai nap, ez nem volt semmi, az egész heti jött ki. Igen. Igaz? Szerintem egész havi. De nagyon fáradt vagy. Látom, hogy de a fáradtság volt. Igen, szerintem is. Tehát mitől lennél álmos, hogy este kialudtad magad? Szerintem a fáradtságtól. Ami egész hisz. Én is így járok, tehát én is fáradt vagyok, érzem, hogy fáradt vagyok. Mondjad. Hát akkor menjünk. Hát még egyenesen. Csak hogy tovább, hogy ott van megint egy feljáró. Tamás, erről itt. De az hova, jó, megnézem mindjárt, hogy hova visz. Az tényleg nem jó. Az nem jó. Ez kurva jó itt az a... Veszed ezt a kicsit? Veszem, igen. Igen. Kurva jó, nem? Több ilyen nem lesz. Hát én azért gondoltam a másik oldalt, mert bizony, ilyen szempontból igen. Mondjuk szép volt viszont az az oldal. Nem bírom tovább! De... Ez rosszabb volt, mint... De na, ne ízérd el az emelkedő. Csak az a baj, mindig állítani kell az egyenességen. Istenem! Kikészülök. Na menjünk. Még van 50 percünk, de azért menjünk az a biztos. Menni kéne.